Az Újvároson lévő köztemetőt a Tankó Walter és Társak Egyeleti Kft. Üzemelteti, a korábbiaktól kissé eltérő feltételekkel. Most halottak napja és Minden Szentek előtt a város képviselői azt nézték meg, megfelelő állapotban várja az emlékezőket a temető, és hogy hogyan haladnak az új beruházások. Az újvárosi köztemetőben egyébként Minden Szentek és Halottak napja alkalmából meghosszabbított nyitvatartási rend lesz érvényben. Október 28-ától péntektől november 2-ig szerdáig a temető reggel 7 órától éjfélig tart nyitva. A gimnáziumban tartott forradalmi ünnepség után adták át azt az emlékpadot, amit az 1956-os emlékbizottság által kiírt büszkeségpontok pályázatnak köszönhetően sikerült elkészítetni a városnak. A pad a rajta elhelyezett lyukaszászlóval és diáksapkával nem csak emléket állít, de helyet teremt, alkalmat ad a mai fiataloknak a múlt felidézésére, hangzott el az avatáson. A padra a műtárgyakat Szabó György Munkácsi díjas szobrászművész készítette. Forradalmi filmhét indul vasárnap a Ceglédi moziban. Minden nap 17 óra 30 perctől 1956-os témájú filmeket láthat a kamarateremben a közönség ingyenesen. A napokban a 6-3 vagy Jász újra tudti című film előtt egy különleges előadást is hallhatott a közönség. Gulyás Zoltán a Ceglédi és budapesti eseményekről beszélt.